Helyezzék kényelembe magukat, hiszen a reklám után kezdődik a MoziQuiz legújabb adása. Bár a jelenlegi helyzetre való tekintettel vannak bizonyos szabályok, amelyeket figyelembe kell venni mozizáskor, a Cinema City-nél azonban garantált a kényelem, főleg ha a VIP szolgáltatást vesztük igénybe. Ha a VIP szolgáltatást választják, a film előtt a kényelmes VIP lounge-ban találkozhatnak mozi partnereikkel, korlátlanul fogyaszthatnak a frissen készülő, finomabbnál finomabb ételekből, saláták, tészták, sültek, köretek, pizzák, sőt, desszertek széles választékából, és természetesen az elmaradhatatlan pattogatott kukorica és nachos is megtalálható itt. A VIP teremben az extra kényelemért a széles, dönthető, lábtartós fotelek felelnek, melyeken kihajtható asztalka is helyet kapott. Most pedig kezdődjön a kvíz! Üdvözlöm a kedves nézőinket a ma esti MoziQuiz műsorban. Bemutatnám a résztvevőinket első körben. Üdvözlöm az első versenyzőnket, Attillát. Attila, ha jól tudom, te főleg az animációs filmeket szereted. Igaz. Mit gondolsz? Jó esélyekkel indulsz ma? Úgy érzem, hogy ma itt én leszek a nyertes. Második versenyzőnk Anna, aki szeret sportolni és a kutyájával lenni. Anna, milyen gyakran jársz moziba? Nem olyan sűrűn. De azért úgy érzed, hogy lesz esélyed ma megnyerni a főnyereményt? Lehet, hogy nem én leszek, aki hazaviszi a főnyereményt, de legalább egy jót fog vacsorázni. Harmadik és negyedik versenyzőink pedig inkább ahhoz szoktak, hogy együtt dolgoznak, mint sem egymás ellen. Köszöntsük együtt Linát és Pannit, akik ikertestvérek. Sziasztok, hogy érzitek? Külön-külön is meg tudjátok ma állni a helyeteket? Én úgy gondolom, hogy igen, Panni, eléggé felnőttünk már ehhez. Remélem. Úgyhogy reménykedünk benne. Szuper! Akkor kezdjük is az első feladatunkkal. A MoziQuiz természetesen most is, mint minden este, bőkezően bánik a nyerteseivel. A fődíj újfent 1 millió dollár, melyet ebben a szigorúan őrzött, lezárt bőröndben tartunk, amíg át nem adjuk a győztesnek. Az első feladatunk nagyon izgalmas lesz, ugyanis egy külsős szakértőt, egy igazi művészt kértünk meg arra, hogy megörökítse a versenyzőink kedvenc filmjeit, és a többieknek pedig ki kell találnia, hogy kinek a kedvenc filmje lehet ez, és mi a címe. Jöjjön az első rajz! Én voltam, életre valók. Köszönöm, ez egy kompatillálom. És találom, hogy ez kinek a kedvenc filmje. Szerintem ezt a Anna mondta. Egy pontot jelent Attilának, az életre való Lina kedvenc film. Jöhet a második filmünk. Ez egy nyomó. Igen, Panni? Akkor mindössze egy pont a Panninak. Igen! Egy pont Panninak. Tényleg. Igen. Kettő pontot jelent Panninak. Úristen! A harmadik filmünk. A Mars. Marsi. Marsi. Nem az a neve? Az a az, aki mikor ott ragad a Marson, a férfi, ez nem az? Ez most így. Ez nem tudom, hogy ez ott egy víz, és ez egy... Csónak? Szerintem ez inkább egy tenger alatt járó. Lehet egy bubár. Nem, ez egy... Atlantis. Várj. Szerintem... Ötletem sincs. De én tudom. Ez a Panni kedvenc film. Igen. Igen, de bármi is ez, de én tudom. Először amikor olyan izé, amikor ilyen hajóban vannak is. Sajnos ezt a filmet senki sem tudta. Panni kedvenc filmje az Interstellar. Azt nem láttam, szóval ez nem érvényes. Ez nem érvényes ez a kérdés. És az utolsó filmünk következik. Ez a Herkules is Attila kedvence. Igen. Nagyon jó lett. Második körünk a mozi történelemről fog szólni, úgyhogy fel is tenném az első kérdést, amire egy közelítő választ, egy évtizedet szeretnék majd hallani. Aki legelőször úgy gondolja, hogy tudja a választ, az készüljön fel, hogy meg tudja nyomni a gombját. Mikor kezdtek el pattogatott kukoricát árusítani a mozikban? Attila?
1930. Helyes válasz! Oh! Ez is komoly? A legnagyobb volt a világon! A mozizás eleinte luxus szórakozásnak számított, csak az intellektuális, gazdag réteg kiváltsága volt, és a mozi épületek is elegánsak és pompásak voltak, ezért túl alantasnak gondolták a rákcsálni valók árusítását. A hangos film megjelenésével azonban már nem volt szükséges, hogy a közönség tudjon olvasni, így a nagy gazdasági világválság idejére már nagy tömegeket vonzottak a mozik, a jegyek azonban nem hoztak elég bevételt. Ekkor ismerték fel az üzleti lehetőséget a pattogatott kukorica árusításában, ebből pedig mindenki jól jött ki. A mozik fent tudták tartani magukat, mi pedig azóta is nyomoghatunk filmnézés közben. A Cinema City-nél pedig a luxust sem kell feladnunk, főleg ha a VIP szolgáltatást választjuk. Következő kérdésünknél a szponzorunkat szeretnénk egy kicsit részletesebben bemutatni a közönségnek, amely a mai napon a Cinema City. Tehát a következő kérdésünk, hol nyílt meg az első európai Cinema City? Budapesten. Én is megnyíltam. Hogyha sportszerűek akarnánk lenni, adhatnánk mind a kettőt. Nem, csak Alina kap. De csak Alina kap. Ez egy verseny. Egy pluszpontos kör következik, a harmadik kérdés, amely szintén a szponzorunkról szól. A Cinema City honlapja alapján hány Cinema City mozi található Magyarországon? 30. A válasz helytelen, úgyhogy ebben az esetben a legközelebbi tipp fog nyerni. Fanny? 15. Dina? Én azt mondanám, hogy 20. Anna? 23. A legközelebbi tipp a 20 volt, ugyanis 18 mozi található Magyarországon a Cinema City neve alatt, és pluszpontért pedig egy közelítő értéket szeretnék, vagy pontos választ, hogyha valaki esetleg tudja. Hány található ezek közül a fővárosban? 8. A válasz helytelen, úgyhogy várom a továbbit. Dina? 6. Igen. 12. Anna? 5. A válasz a 6. Ez elég nem volt, nem? Igen. Szerintem ez megvan. Várja, ti megnéztétek ezeket előre? Nem, ilyenekben nem mentünk be. Aha, Alina már betanult a válaszokat előzően. Nem, de hát, hogyha 18 mozi van, akkor ugye a harmada. Az 6. És honnan veszed, hogy a harmada pont? Szóval hát ez a logika. Megvan az ész a csapatban. A negyedik kérdéssel szeretnék egy kicsit a filmek világába kalandozni. Hány magyar nagyjátékfilm nyert Oscar díjat? Összesen? Igen, összesen. Attila? 2. A válasz helyes. Ez pedig egy pluszpontos kör, hogyha a filmek címét is el tudja mondani valaki, akkor újabb pontot kap, igen. Az egyik, amelyik... Jaj, elfelejtettem. Az egyik az, amikben ilyen kislány van és énekelnek, nem? Vagy az nem nagy játékfilm. Ja, akkor nem tudom, elnézést, visszavonom a röpögésem. Ja, Sofia. Igen. Még egy cím kell. Nem tudom, az annyi segítséget nem mondhat, hogy mikor ilyen film, annyit kaphatunk el segítséget. Azt hiszem 82-es, de nem vagyok benne biztos. 81-es. Tehát a helyes válasz, igen, a Saul fia, a 2015-ös film, és a Mephisto, az 1981-es film, az, ami még a magyar filmek közül, nagy játékfilmek közül Oscar díjat nyert. Nem vagy szép, de semmi fél pont nincs. Kína. Az utolsó kérdésünknél pedig, ha csak valaki nem nagy filmrajongó, akkor szintén a legközelebbi tipp fog nyerni. A kérdés pedig így hangzik. Tar Béla, Sátántangó című alkotása már a kultfilmé vált, külföldön is sok csodálója, rajongója akad. Hány perces összesen? Hát a kockáim sor. Szerintem... Mit mondtál, milyen címe? Sátántangó. Na? Jó, szerintem 70 perces. Igen. 92. Igen. 85. Igen. 81. A helyes válasz 439 perc, így aztán. A legmagasabb tipp a 90...
2. Nyer. Hosszúsága miatt mozikban már csak technikai feltételek miatt is 2 vagy 3 részletben vetítik. Én mondtam, én nem megy nekem a filmes játék. Nem baj, Anna, de nagyon ügyes vagy. Ja, én nem érzem magam rosszul. A harmadik körünk következik a Találd ki a filmzenét című kör, amihez az én tehetségemre is szükség lesz. Ebben a körben én fogom eldúdolni híres filmzenék közül összesen a kiválasztott 5 darabot. Jöhet az első szám. Lina? Az a kémes. Várj, Lina. Miért vagyok én? De én nem éri húzni az időt, még rájössz. 5, 4, 3, 2, Istenem, a neve? 1. A kémnek. Panni? Na vége. Mission Impossible. Igen, a válasz helyes. Az nem a neve. Az egész filmre játszott a fejemben, kivéve a címet. Következő számunk. Lina? Szóval, csillag, a Star is Born. Yes, helyes válasz. De mi a zenéket cím, azt nem kell mondani? Ja, nem, a filmet kell megmondani. Star is Born, igen. A válasz helyes, ez a Shallow című szám volt az A Star is Born című filmből. Igen. Következhet a harmadik számunk. Attila? You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. A Toy Story. Helyes válasz. A liriket. Rendben, a negyedik dalunk következik. Star Wars. Igen. A válasz helyes. Most kivetésem volt, hogy megérzésem vagyok. De nem mertem. És a kör utolsó fordulója következik, az utolsó számunk. Panni? Helyes. A válasz helyes. Ezzel el is érkeztünk az utolsó fordulónkhoz, amikor is kiderül, hogy kinyeri az 1 millió dolláros fődíjat. Ennek a körnek a címe félrefordítva, ugyanis furcsa átfordításokból IMDb leírások alapján kell kitalálni a versenyzőknek, hogy melyik filmről beszélünk. Kezdhetjük a kört? Igen. Az első leírás így hangzik. Egyetlen szóval felfegyverkezve és az egész világ túléléséért küzdve, egy darab a nemzetközi kémkedés menyasszonyi világában utazik egy olyan küldetésen, amely a valós időn túli valamiben nyilvánul meg. Uh-huh. Helyes, a válasz helyes. Következő filmünk leírása. Az újonnan felvett éjszakai biztonsági őr, Mr. Naturals, Natural History-nál megtudta, hogy egy ősi átok állatot állít ki, és hogy a kiállított életrekelés életet és pusztulást okoz. Éjszaka a múzeumban. Igen. Helyes! Igen! Nagyon-nagyon szoros ez a játék. Azért ügyes volt, Elina. A harmadik leírásunk. Egy 17 éves elit beleszeret egy kedves, de szegény művészbe egy fényűző, súlyos gondokkal küzdő hajón. Titanic. Helyes! Az utolsó előtti filmünk következik, és nagyon-nagyon szoros a verseny, úgyhogy mindenki kösse fel a nadrágját, kivéve Annát. Az utolsó előtti filmünk. Az új lányt műanyaggal ütik meg, új iskolája a listás lánycsoportja, amíg el nem követi azt a hibát, hogy az alfanőstény patkány volt barátjának esik. Bajos csajok. Helyes! És az utolsó pontgyűjtési lehetőséghez érkeztünk, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz az igazi győztes. Az utolsó filmünk. A kisfiú babát fenyegetik és féltékenyek, amikor egy új űrhajós a fiú szobájában a legjobb játékot tartja. Azt te voltam. Igen. A Panni volt az első is. Ja. Panni. Szerintem már... Helyes!
Mivel egy váratlan holtverseny alakult ki az 1 millió dolláros fődíjért, ezért az utolsó pót feladatunkkal fogjuk eldönteni, hogy ki a mai este győztese, ami pedig úgy hangzik, hogy ki tud többet felsorolni az én kedvenc filmjeim közül. Mert hogy erről elég sokat szoktunk beszélgetni, illetve nemrég ezt nyilvánosan közé tettem. Úgyhogy sok sikert, aki innentől többet tud felsorolni leírva a telefonjába, az megnyeri a ma este fődíját. Hát ha egyet nem tudtok azok közül, ami a fejemben van, az extra szégyen. Akkor nem vagyunk barátok. Ez extra személyes kérdés. És átadom inkább a helyem Alinának. Na itt már nem akarsz nyerni mi. Attila gyűjtött össze először többet, ezért előbb hallgassuk meg Panni válaszait, hát hogyha van közte egyáltalán rossz, és akkor valószínűleg egyértelmű az eredmény, meglátjuk. Lehet, hogy nálam is mind a három rossz, szóval nem biztos egyértelmű. Lehet, lehet. Panni, miket írtál fel? Én felírtam Visszajövőbe. Igen, ez helyes. Baszki. Azt nem írtam. Nem, pedig, pedig az egyértelmű. Igen. Kill Bill. És ez is helyes. Ez kettő helyes válasz eddig. Amúgy azóta felírtam még egyet, de... Tanya, legfontosabbat nem írtad? Na jó, én felírtam. Hallgassuk Attila válaszait. Felírtam a Harry Potter. Igen, ez. Ez nem helyes, nincs a kedvenc filmjeim között. Pedig a... Pedig tök így. Felírtam a tovább. Attila... Pedig a Harry Potter-es tudta van, azt mondja. Ez helyes. És felírtam az Utrapoliszt. Az a top 1 volt, nem? Azt mondtad, az a legjobb mesélni. Ez is helyes. De a Pony, nem van egy harmadik, az még eldöntheti. Akkor, mivel ez eddig döntetlen, ezért Panni harmadik választhat. Én egyszer nem bírom ezt a stresszt. Amúgy nem biztos, hogy ez kedvenség eszembe jutott a Totoro. Nem, ez nem kedvenc. És a kör után, aki nem a barátom, mert szerintem ez egy fontos része, mert hogy valaki nem írta fel azt a filmet, az a Visszajövőbe, úgyhogy Attilával sajnos megszakadt a barátságunk. Nem van, betobálom! Ülök, és konkrétan full üres volt a fejem, örültem, hogy ezt a hármat összetudtam írni. Neked nem, így ültem. Semmi baj, megértem a vizsgadrukkat. Szeretnék gratulálni a két győztesünknek, akik azt mondták, hogy testvérjesen elosztják a nyeremény. Házasság. Igen. De testvérek is, szóval. Testvérjesen, nem testvérekként. Még egyszer gratulálok a nyerteseinknek, önök pedig ne felejtsenek el ellátogatni a Cinema City-be és kipróbálni a VIP szolgáltatásokat. Jó éjszakát!